Szép jó estét mindenkinek! Egy olyan témáról szeretnék ma beszélni, amely nem biztos, hogy kedves, de annál hasznosabb. Ez pedig a nem tudható és a bizonytalanság. Szinte mindegyikőtök túl van már jó pár interjún, és amikor a nem tudható tapasztalatát megpróbáljuk egy kicsikét magunkévá tenni, megszokottnak érezni, akkor mindig egyfajta bizonytalanság fog el. A karmánkat szoktuk követni, és valamilyen vágyunk szokott lenni, legyen az az egészség, a megvilágosodás, a biztonság, a párkapcsolata, kiszámítható életpálya modell. És úgy tűnik, hogy ez a tiszta, tükörszerű tudat, a nem tudható, nem keletkező, nem megszűnő tapasztalata, ez vagy nem tartozik hozzá, vagy pedig növeli a bizonytalanságot, és növeli azt a távolságot, ami a karma és az ember között van. Szeretném ezt a bizonytalanságot eloszlatni annyiban, hogy a nem tudható tapasztalata az nem információhiány. Sőt, amikor ide visszalép az ember, és a szokásos ragaszkodásait, megszokottságait, mintázatait elengedi, akkor még több információhoz jut a tudatából. Néha olyanhoz is, amelyet inkább sose látott volna, néha olyanhoz is, amelyet esetleg évek, évtizedek óta keresett. Tehát az üres tér jó barát. A tiszta tükör az igazi eszköz. Ez azért fontos, mert hogyha azt hiszed, hogy itt valami életidegent gyakorlunk a karma meghaladása helyett, akkor lennél rossz úton. Amennyire fontos, annyira szokatlan. És néha akkor, amikor azt mondom, hogy tér vissza ide, akkor valami nagyon elvontra szoktunk gondolni. Nagyon abszolútra, nagyon nem evilágira szoktunk gondolni. És nem arról van szó, hogy mit gondolsz, hanem arról, hogy egyáltalán gondolkodsz. Hogy gondolat útján szeretnéd ezt valamivel helyettesíteni, valamivel tapasztalni, és nem önmagában úgy, ahogy az van. Ezt hívjuk lényegnek. Ebben a teremben már mindenki tudja, hogy nincs eredetileg neve és formája. De ezt hívjuk lényegnek. Ennek a lényegnek rengeteg neve lehet. Hívhatod Istennek, Buddhának, Abszolútnak, megvilágosodásnak, felébredésnek. De eredetileg nincs neve és nincs formája. Tapasztalatában, ebben a pillanatban teljes, és hogyha megfelelően használod, akkor az igazságot látod vele. Tehát az ég kék, a fű zöld, éppen ősz van. És ez az igazság, ez a lényeg tükrében látszik. Ha a lényeg nem tiszta, akkor az igazság sem tiszta. És hogyha az igazság nem tiszta, ha nem látunk tisztán, nem hallunk tisztán, nem gondolkodunk, nem érzünk tisztán ebben a pillanatban, akkor a cselekvés sem tiszta. Tehát nem látjuk meg, hogy ki éhes, akinek enni kell adnunk. Nem látjuk meg, hogy ki szomjas, akinek inni kéne adnunk. És akkor összetévesztjük egyiket a másikkal. Vagy csak annak az elgondolásunknak szeretnénk engedni, hogy aki éhes, annak mégis inni adunk, mert szerintünk az jobb. Úgyhogy a lényeg, igazság és cselekvés, vagy működés, azok teljesen egymásra épülnek, és nem hagyható ki egyik vagy másik. A cselekvésnek ismét három alapfogalma van. Az egyik a helyzetfelismerés, a másik a kapcsolatteremtés, és a harmadik a cselekvés. Az azért fontos, mert nem csak úgy Hűbele Balázs módjára, ez a just do it, ez a na gyerünk, csináljuk! Tehát nem erről szól a történet, hanem először is felismerem a helyzetet, megnézem, milyen kapcsolatban vagyok, vagy kapcsolatot kellene teremtenem, és az alapján cselekszem. És ez a cselekvés lehet beszéd, fizikai cselekvés, érzelemnyilvánítás, gondolatformálás.
Úgyhogy ezeket, hogyha tisztán látjuk, akkor látjuk az egésznek a működését. Látjuk azt, hogy ezt a pillanatot, amit oly nehéz megfogni, szét kell bontanunk lényegre, igazságra és működésre, a működést helyzetfelismerésre, kapcsolatteremtésre és cselekvésre, és a cselekvést pedig beszédbeni, fizikai, gondolat és érzelembeli megnyilvánulássá. És akkor egy kicsit teljesebb a kép. Érezheted, hogy ez nem csak hogy hozzánk tartozik, ez belőlünk van, mert nekünk, embereknek vannak ilyen speciális problémáink, hogy nem vagyunk kibékülve a mulandósággal, mert örök életet szeretnénk, nem vagyunk kibékülve a feltételhez kötöttséggel, mert állandóan feltétel nélküli szabadságot szeretnénk, és nem vagyunk kibékülve a tökéletlenséggel, vagy befejezetlenséggel, mert állandóan tökéletesre, befejezetre szeretnénk gyártani mindent. Magunkat, a másikat és ezt a világot. Felismerni ezeket a paradoxonokat, ez gyakorlatilag az egyik lehetőségünk. Ha ezeket a paradoxonokat elnyomjuk magunkban, elnyomjuk a kérdéseinket is, és vagy egyik, vagy másik oldalra, de el akarjuk dönteni a világot, hogy ez ilyen, és nem olyan. Hogy ez nulla, és nem egy. Hogy ez jó, de nem rossz. És ekkor csonkulunk és csonkítunk, mert a valóságot megpróbáljuk beleszorítani abba a kis cipőbe, ahonnan vagy a lábúj, vagy a sarok, de kilóg. És az emberiség nagyon gyakran megpróbálta levágni a kilógó részeket, ahelyett, hogy a cipőt nagyította volna meg. Úgyhogy az EN gyakorlatában, amikor a nem tudhatóhoz való visszatérést gyakoroljuk, akkor gyakoroljuk a lényeg, igazság és működés megtapasztalását, és gyakoroljuk a helyzetfelismerést, kapcsolatteremtést és cselekvést is. Erre a Koan gyakorlat nagyon alkalmas. Úgyhogy szerintem ennyi bevezetőnek bőven elég, és azért volt ez fontos, hogy amilyen kérdéseket interjún fel akartok tenni, az ebbe nagyon beletartozik. Ebbe az egészbe, amit most elmondtam. Úgyhogy akár azokból a kérdésekből, akár pedig olyanokból, amiket még eddig nem hallottam, bátran tegyetek fel. Mikor leülünk meditálni, akkor nyilván a pontos cselekvés az lenne, hogy csak ülök. Viszont nem ez történik bennem. Tehát egy idő után megjelenik az idő. Mit kezdjek ezzel? Tehát hogy tudom az időt kiküszöbölni, vagy föloldani? Az idő megjelenésével együtt csak ülj. Tehát a csak ülés az nem egy ilyen vegytiszta 100%-ig mindentől mentes állapot. Évek alatt jó egy pár olyan pillanat van, amikor úgy húha. És az is el szokott menni nagyon gyorsan. Miért? Mert elkezdjük minősíteni. Ha elkezdjük minősíteni ezeket a pillanatokat, akkor nagyon gyorsan elmennek, mert nem tudunk megmaradni a nem tudhatóban, a teremtetlenben, a definiálhatatlanban. Ennek a minősítésnek az állandó szokása az az, hogy a tudat csetel. Ja, több rétegben csetel. Első csett, utána arra a reakció, arra a még reakció, még. Tehát csak ülj, figyeld a lélegzeted, csináld a technikát, és ne törődj azzal, hogy a tudatban mi jelenik meg, és mi tűnik el. A konyhai szemetet se szoktuk ottan olvasgatni a vödörben. Tehát a tudat nagyon-nagyon sokszor, mint az aranyásoknál a meddő, 95%-ban, csak azt a karmát kérődzi újra, és böfögi föl, amit meglátsz, elengedsz, vége. Ennyi dolgod volt vele. És van a létnek olyasféle tanulsága, olyasféle tanulnivalója, amely az arany. Az viszont teljesen természetesen beépül. Az egyéni döntésen kívül a te ítéletalkotásodat messze meghaladó módon épül be a tudatodba az, amit meg kell tanulnod. És a nagy részét ennek az egész adathalmaznak, amin keresztül megyünk, nyugodtan elengedhetjük, és semmiféle veszteséget nem szenvedünk. Keresek valamit, amit nem tudom, hogy mi az. Viszont ahhoz, hogy megtaláljam, valószínűleg tudnom kéne, hogy mi az. Tehát már meg lenne. Ez az időbeli paradoxon ötlött fel nekem a lényeg tudása és a lényeg keresése, vagy hogy lényeg nélkül nincs igazság, nincs felismerés, viszont pont azért ülünk, hogy visszatérjünk ahhoz a tiszta felismerés
állapotához, amivel ezt láthatjuk. Erről beszélnének kicsit, mert ez nekem összeakad. Hogyan találhatnád meg azt a lovat, aminek már a hátán ülsz? Leszállnék róla. Gyönyörű. Szállj le ezekről a gondolatokról. Szállj le az ilyesféle gyönyörű, okos, zen alapú koncepciókról. Lásd meg, hogy az ég kék, a fű zöld, a fal fehér és a padló barna. És ekkor megvan a ló. Ekkor megvan az, amit keresel. Ekkor a külső és a belső egyé válik. Egy újabb, gyönyörű koncepció réteggel nem fogod megtalálni. Ha nem? A jó orvosság keserű, a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet, mondta Lao Tse. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy beszéltünk itt az elengedésről. És ha van az emberbe karmikus beidegződések, vagy egy akár rossz élmény, vagy valami, és ez itt a meditáció során ez feljön. És most erről beszélünk, hogy ezeket engedjük el, átfolynak rajtunk ezek az érzelmek, meg minden, de ez időről időre ez visszaköszönt. Tehát ezeket hogy tudjuk elengedni? Először is meg kell látnod, hogy elengedendőek-e ezek, vagy sem. Ha például egy párkapcsolatban élsz, akkor a párkapcsolatnak rengeteg aspektusa megjelenhet, a problémás is, a kellemes is, az a jaj, ezt még egyszer, hogy soha többet. Tehát ezek mind megjelenhetnek. Ettől a párkapcsolatot nem kell elengedni, hiszen a lojalitás, a kitartás, a szeretet, ezek az értékek, ezek azok, amelyekért érdemes élni. De ezen értékek forrása nélkül nem tudod ezeket az értékeket letisztázni és megújítani. Itt tévedünk. Tehát az emberek nagyon gyakran csak ezeket a közvetlen jó beidegződéseket akarják megtartani, és a rosszakat pedig ugye elengedni. De mi az a nézőpont? Mi az a kiinduló pont, amelyből ezt mind lehet tenni? Tehát hol van az a szék, ahonnan az összes színész látod a színpadon? Hol van a rendezőnek a széke? Ez a nézőpont, ez a helyes, tiszta, nem keletkező, nem szűnő nézőpont, ez rendkívül fontos, és innentől kezdve spontán meglátod, hogy ami a tudatod előterébe kerül, azt elengeded-e, vagy sem. És ehhez nem kell racionálisan, vagy emocionálisan hozzányúlni. Automatikusan működik az egész. Elengedés, megtartás. Ennek az egyensúlyát a látás szabályozza. A látás az önképedet is letisztítja, és a világképedet is letisztítja. Ezért tartották a Buddha idejében ennyire fontosnak, hogy vidya, így hívták, a téves nézetek felhalmozódását, az ahhoz való ragaszkodást, az illúziókban való élést pedig avidjának vagy nem látásnak. Tehát itt, amikor a nem tudható tiszta tapasztalatában a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatot éljük, pontosan ezt a látást gyakoroljuk. Ennek a tükrében nagyon látod, gondolkodás nélkül, hogy mit kell elengedni, és mit kell megtartani. Nincs kétség. Nem kell, hogy gyötrődni. Csak láss, ez a Buddha természet. Jó? Köszönöm. Szívesen. Több napig szoktunk itt szemben ülni, itt Buddha mögött ezzel a festménnyel, és szeretném megkérdezni, hogy mit szimbolizál ez a 10-10 alak Buddha mögött? Ők a Buddha tanítványai részben, és másrésztben azok a bódhiszattvák, vagy istenségek, akik a dharmát védik. És azért jó ezt látni és tudni, hogy a Buddha nincs egyedül. A Buddha egyébként is társaságban gyakorolt, jó ideig. Tehát az aszkéta életmód már akkor is jó volt, hogyha látó-halló távolságon belül más-más fa alatt is ülnek aszkéták. Elkelt ott is a segítség. A közös gyakorlat, illetve a tan hagyományozása a tanítótól tanítványokig, az egy nagyon fontos ugye, üzenet, és a Buddha mellett, mögött az mindig látható. Ugyanúgy a tan támogatói és védői is láthatók. Külön néha oltárt állítanak neki, és a tan védői, tehát a védőistenségek Koreol Shinjang Nim, nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be mind a világban, a megnyilvánult alakukban, és mind a nem megnyilvánult alakjukban is. A Szívszutráról szeretném, hogyha beszélnél. A kérdésem az, hogy főleg a, hogy üres, az öt szanga üres.
erről, hogyha többet. Az öt skanda üressége az azt jelenti, hogy az emberi személyiség vagy létélmény öt alapvető alkotó részből tevődik össze. Test, ez a forma, érzés, érzékelés, akarat és tudatosság. Tehát az érzés, érzékelés az világos, hogy forró, érzékelem, hogy forró, akarat, el akarom húzni a kezemet, és a tudatosság az, ami mindezzel a néggyel tisztában van. Sőt, adagolja a korábbi emlékeket, és elrakja a jövőre is azt, amit most átélek. Az, hogy ezeknek üresség természete van, ez azt jelenti, hogy eredetileg mi szabadok vagyunk az élet és halál kötöttségeitől, eredetileg nem kell születnünk és meghalnunk, ezt mind mi hozzuk létre. Tehát az, hogy igaz természetében az öt skanda üres, az azt jelenti, hogy eredetileg nincs test, a testnek eredetileg nincsenek tulajdonságai. Eredetileg nincsenek érzések, érzékelések, ezeket is mind a tudat hozza létre. Az akarat is ugyanilyen. Tehát ha ezt a világot meg akarod érteni, akkor lásd úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez pedig egy másik szútrának az idevágó lényege, az avatamszaka vagy virágfűzér szútra. Miért fontos ezt kimondanunk? Azért, mert nagyon gyakran érezhetjük úgy, hogyha jobban megnézzük ezt a világot, akkor mi nagyon kicsik vagyunk benne. Ilyen 1 per 7,3 milliárd módon kicsi. Nagyon. És ez néha ilyen kisebbségi érzéssel tudja eltölteni az embert. De ha meglátjuk azt, hogy ezt a világot a tudatunkkal teremtjük, mindenki a sajátjával, és ebben van egy közös rész, amit úgy hívunk, hogy Buddha természet, amely mindenkiben ugyanaz, akkor rögtön részesei vagyunk ennek a közös teremtésnek. Tehát ahhoz, hogy belássuk, hogy nem vagyunk az individualitásunk által határolva, ahhoz az kell, hogy belássuk az öt személyiség alkotó teremtett voltát, múlandó voltát, feltételhez kötött voltát, tökéletlen vagy befejezetlen voltát, és paradox módon ez a szabadságunknak a titka. Hogyha kell, létrehozod, ha nem kell, nem hozod létre. Ameddig szükség van, megtartod, amikor pedig már nincs rá szükség, akkor elengeded. És a Szívszútra nagyon világosan fogalmaz később is, hiszen mivel szoktunk azonosulni? Amit látunk, hallunk, szagolunk, tapintunk, ízlelünk, gondolunk, érzünk, emlékezünk, mindennel. Ebből áll össze az énség illúziója. És mihelyt ez az énség, az elkülönült individualitás illúziója fönnáll, azon nyomban megszületnek az akadályok, a boldogság és a szenvedés, megszületik az élet és halál körforgása számunkra, és az üzenet az, a tanítás az a szútrában, hogy ennek nem muszáj így lennie. Ha nincs benned akadály, nincs benned félelem. Ekkor átjuthatsz a túlsó partra, és megvilágosodhatsz. Tehát csak a saját félelmeink, csak a saját magunk által teremtett akadályok állnak az utunkban. Semmi és senki más. Akkor ki vagyok én? Ez az a kérdés, amivel éveken keresztül dolgozunk. Nem fogom lelőni a poént. Jó? Tehát kitartó, békés tudatossággal elviseljük a kérdést, hogy mi ez? A ki vagyok én, ez egy kicsikét húsba vágó, mert így foszlik le a sok-sok réteg. Tehát az a jó, hogyha megtartjuk azt a kérdést, hogy mi ez? Mi az, ami bennem lát, hal, szagol, tapint, ízlel, gondolkodik, érez, stb. Mi ez? És a kérdésnek a megtartása, a többi tudattartalom elengedése vezet el egy olyan tapasztalathoz, amelyet nem tudok neked elmondani. De mindegyikünké. Jó? Leborulást csak Buddha szobor előtt érdemes vagy szabad végezni? Ó, nem. Javaslom a lepkét, a macskát, esetleges zöldséghalmot, ezek előtt mind le lehet borulni. Összes érző lény előtt, gondolatban, mindent. Tehát próbáld ki, hogy
milyen módon szeretnéd a karmádat hátrahagyni, az egyévállást tapasztalni, az önfeladást elérni, és hogyha ebben segít neked egy apró kis vörösbegy, gyönyörűek vannak itt a környéken, ő előttük is le lehet borulni. Elmondom, hogy Koreában van olyan templom, ahol a régi sámán hagyományt, vagy a természettel való egység hagyományát úgy őrzik, Kyeryongsan, Kumjongam, akivel egyszer ott járunk, vagy ott jártunk, tudják. Bemész a nagy Buddha terembe, és a hátsó falon nincs kép, hanem egy hatalmas nagy üveglap van. Az oltáron van három párna, de a három párnán nincs szobor. Nincs főalak és két mellék Buddha vagy Bódhiszatva. Az üvegfal mögött, a termen kívül van egy természetes tó, a sziklák között, egy gyöngéd vízeséssel. És az emberek bemennek és leborulnak. Leborulnak azelőtt a természet előtt, amely üzen öntermészetünknek, amelyben megláthatjuk igazi önvalónkat. És ez azért fontos, mert a természet működése és a mi eredeti tiszta működésünk nem különbözik. Ha ezzel elrontjuk, az állandó dualisztikus, kognitív és emotív karmánkkal elrontjuk, akkor leválasztódunk erről a működésről, szenvedést teremtünk magunknak és másoknak egyaránt. Tehát a leborulás az azt jelenti, hogy egyé válsz ezzel a lényeggel, egyé válsz ezzel a természettel, hátrahagyod a karmádat és igazi önvalódhoz visszatérsz. Ezért minden előtt le lehet borulni. Aha. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy a zennek központi alapvetése, hogy elérjük a felébredettséget, a megvilágosodást. És ez a fogalom, ez hasonló ahhoz, mint a boldogság elérése, hogy nem egy állandósult állapot? Nem hasonló. Hanem ezt elérhetjük, vagy ez mit akar, mert minden énekben, szutrában, valahol ott, mindenhol ott van ez, hogy elérjük a megvilágosodást, vagy felébredünk, akkor az az állapot, az mi? Most mit látsz? Most hallom a csendet. Ezt már nem? Már nem, már elmúlt. Tehát most láss tisztán, most hallj tisztán, és most tér vissza az egyéváltság állapotába. Minden olyan minőség, amit mi nagyon keresünk, mint emberek, az ebből az egyéváltság, éntelenség állapotból következik. Ha közvetlenül törsz a boldogságra, szeretetre, kielégültségre, örömre, egyebekre, ha ezeknek a forrását, eredőjét nem találod meg, akkor előbb-utóbb a te életed repülőgépe így fog repülni, mert mindent csak az egyik oldalra helyezel. És nem akarsz tudni a bajról, a betegségről, a szenvedésről, a vesztességről, a halálról, a válságokról, stb. Stb. Így egy repülőgép nagyon hamar dugóhúzóba kerül. Ezt hívják szenvedélybetegségnek. És utána lezuhan. Az ember olyan, hogy főnix madárként újra tud születni a saját hamvaiból, a saját roncsaiból, a saját halálából. De az a kérdés, hogy ezen keresztül te mit tanultál, milyen irányt veszel föl, milyen új testesülést gyártasz le magadnak. Tehát azért kell az egyensúlyt megtalálni, azért kell az élet minden aspektusát elfogadni, azért kell egy normális hierarchiát az ember életében saját magunk által másokra figyelve teremteni, hogy ez az egyensúlytalanság ne következzen be. És azért megyünk minden jelenség lényegéhez, azért keressük minden dolog eredőjét és enyészetét, azért akarunk a lényeghez visszatérni, hogy ez az egyensúly mindig meglegyen. Hogy ez az egyensúly zavar soha se következzen be, hogy mindig tisztán lássunk, tisztán érezzünk, tisztán gondolkodjunk. Na, ezért kell a felébredés, és semmi kisebb vagy kevesebb ennél. És ha ez az egyensúly megvan, akkor vagyunk felébredettek, és tisztán látunk. Nem, akkor te ezt nem mondod el magadról. Ha ez az egyensúly megvan, akkor segítesz másoknak megtalálni ezt az egyensúlyt úgy, hogy ők nem tudják, hogy neked ez megvan. Ez rajtad is segít sokat. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mondanál valamit a zen körről? A zen kör az egy taneszköz. Elképzeltük azért, hogy segítsen nekünk. 5 pont van rajta. A 0 fok az egyik,
90-180-270-360 a másik négy. A nulla fok az az állapot, amikor az érzékszervhez kötött emberek, mi nem kérdezünk, hanem állandóan csak akarunk. Azt akarjuk, hogy nekünk jó legyen, hogy biztonságos legyen, hogy a birtokló, szaporodó és egyéb ösztöneink azok kiélhessék magukat, és ebben az állapotban csak a világgal van baj, hogyha ez nekünk nem sikerül. És ekkor szoktunk panaszkodni, projektálni, számon kérni, általában minden problémát kifelé vetíteni, úgy, hogy a világból csak a jót sajátítsam el, a rossz pedig valahol kívül távol maradjon. Nincs kérdés, csak a definícióknak a harca. Az ideáknak az állandó rivalizálása. Az első fok, a kimozdulás a nulla fokról az, amikor végre egy őszinte kérdést fölteszünk, és ezek általában a miértek. Miért vagyok ilyen? Miért ilyen a párom? Miért ilyen a munkám? Miért ilyen az élethelyzetem? Miért csinálom azt, amit csinálok? Miért gondolkodom így? Miért érzek így? Tehát a miértek, azok előbb-utóbb elvezetnek a hogyanhoz. És a hogyan, azaz, hogy hogyan alakultak ki így a szokásaim. Hogyan lettem ilyen? Hogyan akarom az utamat formálni? Nagyon sok tanulnivaló van ebből. Ez általában az intellektuális tanulással, könyvolvasással, műveltségszerzéssel jár, és a 90. foknál akármilyen papírod van vagy nincs, akárhány intézménybe jártál vagy sem, egyszer csak kiderül, hogy ha tovább tanulsz, akármennyit olvasol, értesz, bölcselkedsz, nem fogsz haladni. Egy körben fogsz járni, az intellektuális tudás újra és újra fogalmazásában, és az emberek nagyon szeretnek ehhez ragaszkodni. Ugyanis ettől tűnünk mi okosnak. Hogy tudjuk, jobban tudjuk, még jobban tudjuk, és még annál is jobban tudjuk, elmondjuk fűnek, fának, levélnek, féregnek és pillangónak, aztán kezdjük előről az egészet. Életeket lehet tölteni az okosság bűvöletében. De amikor rájövünk arra, hogy a legfontosabb dolog, a legfontosabb tapasztalat, az nem fogható szóba, akkor elkezdünk a tapasztalás útján járni, ekkor lendülünk ki a 91. fokra. Ekkor jövünk rá, hogy akármilyen ékesen írtuk meg a szakácskönyvet, ha nem kezdünk el főzni, akkor éhen maradunk. Hogyha nem kezdünk el az úton járni, akkor a térkép rabjai maradunk. És hogyha nem kezdünk el tapasztalni, akkor a metarétegek, a tudás rabjai maradunk. És ekkor elindul az az egyszerűsödési folyamat, amely során egyre inkább egyszerűbb, tisztább, és amikor a tapasztalat eléri a csúcsát, akkor vagyunk a 180. fokon, akkor nincs már egyetlen dualitás sem, egyetlen fogalom sem, az én és a más közötti megkülönböztetés sem. Eljutottunk a nem tudható tapasztalatáig, amelyet nevezhetünk egyévállásnak, megváltásnak, megvilágosodásnak, megigazulásnak, stb. Igen, ám csak, hogyha valaki ebben a tapasztalatban marad, akkor elkezd ragaszkodni az ürességhez. És ekkor annak a rabjává válik, hogy ő ne létezzen, mint elkülönült entitás soha többé ne jelenjen meg. Ez az, amikor a vízcsepp ragaszkodik az óceánhoz, és visszautasítja, hogy esetleg egy óceán tudatú vízcseppé váljon megint. Ezek azok az emberek, akik nem tudnak lejönni a hegyről. Csak fönt tudnak létezni az entermeknek a közös magányában. Semmi más nem tudnak, nem akarnak, mint azt a fajta rendkívül letisztult, de meg nem nyilvánuló életet, ami nem a 290 nap évente, hanem 40 éven keresztül 290 nap évente, és közte ugyanúgy le nem jön, üli a rövidebb visszavonulásokat, marad a templomban, és amikor rájön, hogy ez még mindig elégtelen, mert amit tapasztalt, azt nem használta föl mások segítségére, akkor kezd el egy picikét kimozdulni 181. fokra, és a szabadság felé megy. Tehát már nem kötődik sem a hegyhez, sem a völgyhöz,
feldolgozza azt a karmáját maximálisan, ami van neki, és elnyeri azt a szabadságot, hogy most már tényleg akármit csinálhat, akármit. Ez magas szinten azt jelenti, hogy bármilyen testet fölvehet, azt bármikor odahagyhatja, bármilyen létformába belép, földi síkon azt, hogy bármilyen helyzetben megállja a helyét, föltalálja magát, segítőkész és önzetlen tud lenni. Ez a 270. Ez a végtelen transformációk és átalakulások, sőt átalakítások foka. De ha a szabadsághoz ragaszkodik, és megreked a 270-ben, akkor ez egy állandósult tűzjáték. Olyan tűzjáték, aminek soha nincs vége. A következő lépés az lenne, hogy felajánljuk ezt a lehetőséget, ezt a tapasztalatot másoknak, meglátjuk azt a szükséget, amit mások szenvednek, és rálépünk arra a bódhiszattva útra, hogy ezzel a tiszta tudattal, együttérzéssel és bölcsességgel segítsünk másokon. És a 360. foknál érjük el ennek a teljességét, ekkor van az, hogy ha valaki éhes, enni adok neki, ha valaki szomjas, inni adok neki. Ha valaki szomorú, először együtt szomorkodunk, aztán megvigasztalom. Ha valaki együtt örül velem, akkor én is együtt tudok örülni vele. És a 360. foknál eltűnik a kör. Betöltötte a feladatát, és már nincs szükség arra, hogy elképzeljük. Látszólag a 360 fok a nulla helyén van. De valójában nem a helyén van. Ez egy optikai csalódás. Azért kell ezt hangsúlyoznom, mert nagyon gyakran kapom azt a kérdést, hogy ó, hát nem lehetne egy kicsit rövidebb úton megoldani ezt? Hát mondom, de igen. Csak egy hármast meg egy hatost kell a nulla elé írni, azt kész vagyunk. Ne akarjuk mi ezt annyira szuper röviden, szuper hatékonyan csinálni, hogy úgy érezzük, hogy bármi alól ki tudunk bújni, vagy bármit meg tudunk spórolni. Tehát haladjunk a saját utunkon, szerezzük a tapasztalatokat, adjuk le magunkból a felesleget, tisztuljunk le, alakítsuk át azt, amit át tudunk és át kell alakítanunk, és segítsünk másoknak. És akkor haladunk. Jó? Köszönöm. Szívesen. Vissza szeretnék térni a buddha természetről mondottakhoz. Ha jól értem, akkor mindannyiunkban ott van a buddha természet, és ha jól értem, akkor semmit nem kellene csinálnunk, hogy ezt megéljük, csak engedni, hogy lehántolódjanak rólunk a karmák. Így van. Viszont ha ennek a 7 milliárd embernek van buddha természete, és mindig is volt, akkor most a történeti érdeklődés jön elő, hogy honnantól volt az emberiségnek buddha természete? Kezdettől. Ha kezdettől volt, akkor hogy bonyolódtunk bele a karmikus rémségekbe? Úgyhogy folyamatosan elfeledkeztünk róla, és még inkább el akartunk róla feledkezni, de nem lehet tartósan elfeledkezni róla, tehát vannak ilyen hatalmas civilizációs ébredések, lásd 20. század, amikor az iszonyatos rémtettek után egyszer csak rájöttünk, hogy hát valahogy nem kéne pusztán identitás alapú és identitások ütközéséből kialakuló társadalmat teremteni, hanem valami egyebet, mondjuk egy gazdasági társadalmi stabilitásra épülő társadalmat szeretnénk. Az emberi karmának az állandó körforgása ezen a földön, az mindig az önkép változását eredményezte, akár egyénileg, családilag, társadalmilag, civilizatorikusan. És hogy miért nem jövünk rá hamarabb, nem tudom. De mi az oka annak, hogy a kezdet kezdetén valamikor, hogy miért kellett elfeledkezni róla, ha ebben benne lenni jó? Mint potencialitás mindig is megvolt bennünk, különben nem jöhetnénk most rá. De hogy a kezdet kezdetén exakt módon hogy volt, azt nem tudom. Nem hiszek az aranykor elméletekben, erről beszéltünk. Igen. Tehát a kezdet kezdetén nem tudjuk, hogy mi volt, nem tudjuk, hogy hogy kezdett el ez a fajta tudatosság, amit embernek mondunk, ezen a bolygón inkarnálódni. Rengeteg változat van rá. Egyik sem definitív, egyik sem tökéletes. Azt tudjuk, hogy a belátható múlt az tele van olyan karmával, amikor összetévesztettük magunkat a szerepeinkkel, összetévesztettük az érzékszerveink tárgyát önvalónkkal, kiuzsoráztuk magunkat és másokat azért, mert nem tudtuk, hogy valójában mit szeretnénk. Ennek a letisztulása, ennek a belátása
ez még lehet, hogy egy pár évezred. De az is biztos, hogy egy más szemszögből, mint a puszta emberi generációk egymásra következése, ez a pár évezred lehet, hogy nem is olyan hosszú idő. És még ehhez kapcsolódna egy másik kérdés, a tudat erejéhez szeretnék tulajdonképpen erről inkább rákérdezni, hogy a, említetted, itt nem tudom, hogy fogalmaztad, hogy a tudatunkkal bármit képesek vagyunk elérni. A valóság, ami minket körbevesz, és a tudatunkkal teremtettük meg, ebben elég nehéz szembenézni például a háborúkkal, amit ugye itt sok tudat teremt, és hogy kinek a tudata erősebb, vagy mi az, amit el kell viselni. Tehát ugye egy országban élünk, ahol van egy politikai rendszer, egy társadalmi közeg, de mi az, amit a tudatunkkal tehetünk? Tehát az, hogy elmegyünk egy elvonulásra, és önmagunkon dolgozunk, de nem tudunk odahatni, hogy a világ körülöttünk jobb legyen. Azt nem tudhatod, hogy odahathatsz-e vagy sem, de azt tudhatod, érezheted, hogy a te nyugalmad és egyensúlyod erősebb-e, mint mások szélsőséges tudata. A saját reakcióidból érezheted. Tehát, hogyha valaki be tud borítani, be tud pörgetni, fel tud idegesíteni, fel tud bosszantani, akkor biztos, hogy az a tudat erősebb volt. Ha dualisztikus reakciókra tudnak kényszeríteni, akkor valaki, valakik erősebbek voltak, mint te. Tehát, amit elérsz ezzel a tudatossággal, ezzel a gyakorlattal itt, nem tudjuk, hogy hat az emberekre. Nem látjuk a teljes frekvenciát, hiszen be vagyunk zárva a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolat, érzelmek frekvencia tartományaiba. Ezeken kívül nem látunk. De az a helyzet, hogyha a te nyugalmad erősebb, mint mások dualisztikus tudata, ha a te békéd erősebb, mint mások ellenségessége, akkor az a gravitáció törvényeit követve, a szellemi, tudati, lelki gravitáció törvényeit követve hat. Egyéb kérdés? Szeretnék még visszatérni egy kérdéssel a karmára, hogy a karma, mint okokozati összefüggések, szokásrendszerek, beidegződések az emberben, ezeken lehet változtatni, vagy beszélünk mindig itt arról, hogy erős a karmája valakinek, és nagyon nehéz lehántolni erről ezeket a rossz beidegződéseket, ami miatt mi valamilyen szinten ez a karmánk irányba tart minket, de nem biztos, hogy a jó úton. Azt szeretném kérdezni, hogy változtathatunk-e ezen? Vagy igen. Ennyi? Nem elég. Vagy nehéz ezen változtatni? Azt érzem, hogy nehéz. Mert... Mit szeretnél? Nehéz legyen, vagy könnyű? Azt a könnyű. Hát akkor könnyedén csináld, és akkor olyan lesz. Ilyen szokásrendszereket, meg beidegződéseket baromi nehéz lebontani az embernek önmagában, hogy olyan szinten változzon, hogy kilépjen mondjuk a bőréből, és mondjuk tisztán tudja másképp élje az életét, nem? Hogyha ilyet szeretnél, ilyet is lehet. Köszönöm, akkor ennyi. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy a reinkarnáció az itt ebben a sátorban, ahogy szoktál fogalmazni, egyfajta ilyen alapvetés, viszont ezzel szemben például a kereszténységben, ha jól tudom, azt tanítják, hogy egy életünk van. A gnosztikusok most forognak a sírjukban, tehát azért vigyázzunk ezzel, kérem szépen. Akkor a mainstream, mondjuk a katolikus egyház tanítása szerint, de sokféle van. És keresztre akarsz engem feszíteni? Nem. Most akkor mi van? Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleményed arról, hogy igazából nem tudhatjuk, ez az én véleményem, hogy van-e több élet. Hát hogy ne tudhatnád? Vagy följött, vagy nem. Ezt ez olyan, mint a szomszéd. Bocsánat. Honnan tudod, hogy van szomszéd? Bekopog az ajtón. De akkor én nem érzem, hogy nekem lett volna korábbi életem. Ez így rendben van. Tehát nem azt mondom, hogy alapvetés ebben a sátorban a reinkarnáció, hanem ha tapasztalattá nyilvánvalóvá formálódott, akkor arról lehet tanítani, és buddhák, pátriárkák, szerzetesek, szerzetesnők százezreinek ez nyilvánvaló, tehát lehet róla tanítani, ha te ebben tudsz hinni. De ha te nem, az nem baj, mert akkor még nem a tapasztalatod.
akkor azt a hipotetikus valóság polcára felhelyeztük, és engedjük, hogy az ott szépen érjen. És nem kell elhinni. Tehát ebben a sátorban nincsenek dogmatikus szűrők, hogy csak az jöhet be, aki a reinkarnációban hisz. Ez nem ilyen. A tapasztalatodnak higgy. És hogyha a tapasztalataid közé tartozik, akkor nyugodtan elhiheted, ha pedig még nem, semmi gond. A zen egyébként nem függ a reinkarnáció tényétől. Ugyanúgy működne maga a tan, hogyha éppen történetesen nem reinkarnálódnánk. Hát mit van mit tenni, így működik ez a történet. Ne hidd el, ne hidd el. Szépen a polcra teszed, jó? Tehát amikor az ember dolgozik ezzel a pillanattal, akkor teljesen mindegy, hogy ciklikus vagy lineáris időszemlélete van. Hogy egy életről, több életről, vagy még erről az életről se óhajt beszélni. Teljesen mindegy. Ez a pillanat legyen tiszta. Schluss. Tehát mivel a zen és a buddhizmus az eléggé egytőről fakad, a zen historikusan a taoizmus és buddhizmus találkozásából keletkezett, ezért annyira egyszerű és annyira tiszta a lényege, hogy nem függ az idő és térszemlélettel. Egy dolog kell hozzá, érzékszervhez kötött lény, azaz mi magunk. És ez bőven megvan. Hogy ez az érzékszervhez kötött lény egyszer, többször születik. Ugyanolyan testbe, más típusú testbe, ebben a világban, más világon, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ez a pillanat legyen tiszta, az irányvételed legyen tiszta, és akkor minden rendben van. Oké? Köszönöm. Szívesen. Visszatérve az előző témához, hogyha a történelmet nézem, akkor úgy tűnik, hogy a tudatosságot, a mechanikusság folyamatosan bedarálja. Lásd a kereszténységet, vagy bármilyen más... A mechanikusság? Igen. Mire gondolsz ez alatt? Hát azt gondolom az alatt, hogy van egy tanító, aki megvilágosodott, mondjuk Krisztus, és utána jön egy mechanikus egyház, amely az egészet elidegeníti az eredettől. Vagy bármilyen eszme, ami fölvetődik tisztán, utána jönnek a csinovnyikok, és szépen bedarálják, szépen csinálnak belőle valami mást. Na de Robi, hát a csinovnyikok ezt nem tudják bedarálni, ők csak saját magukat fejezik ki. Tehát inkább azt mondanám, hogy történelmi kontrasztban az intézmények felértékelik az alapítók munkáját, pontosan úgy, hogy elidegenednek tőle. Tehát tessék elolvasni még egyszer a nagy inkvizitor monológot a Karamazov testvérek második kötetének a végén. Minden benne van, amit kérdeztél. Tehát az alapítók munkája, az alapítók fantasztikus szellemi ősrobbanása, az bedarálhatatlan. És nekünk az a dolgunk, hogy újra utat találjunk ahhoz az eredethez, ahhoz az tiszta eredeti fényhez, amivel az alapítóink, Jézus, Buddha, Lao Tse, Sri Ramana és a többiek éltek. És az egyetlen egy lehetőség az, hogy a csinovnyik felismeri, hogy csinovnyik, és azt mondja, hogy hát szeretnék valami vagy valaki nagyobbat szolgálni. És ez a szolgálat az, amely helyre teszi ezt. De hogyha önmagának kisajátítja a helytartóságot, akkor iszonyú torzulatok keletkeznek. Tehát lássa a helyét. Nem lehet mindenkiből Jézus, Buddha, Lao Tse és a többi. De legalább ismerje el, hogy az adott szakrális, spirituális hierarchiában ő hol van. Ébredjen rá a helyzetére. És ne értékelje se túl, se alul magát. Tegye a dolgát. És akkor lesz a második eljövetel. Akkor csinálsz szállást a következő megváltónak, megvilágosodottnak, stb. Jó? Hát igen, de a történelem nem ezt mutatja. Tehát a történelem azt mutatja, hogy most kell fordítani deskriptívből generatívba, és rálátni, hogy a történelmet mi csináljuk. Tehát belőled mi lesz? Belőled ki lesz? Innentől kezdve mindenki azt mond, amit akar. Mindenki olyan véleménnyel, történelemszemlélettel, egyébbel él, amilyennel akar. De belőled mi lesz? A te lelked milyen irányt követ? Milyen tisztasági fokot, együttérzést, bölcsességet ér el? Egy idő után csak ez számít. Jó? Igen, köszönöm.
Eme történetiség hallatán ötlik fel ez a kérdés bennem, hogy a zen eleve már a buddhizmushoz képest egy újítás, ugye? Fogalmazhatunk így is. Ha jól értelmezem, akkor a zenen belül Sung San mester, ő is egyfajta újító. Mert, fogalmazhatunk így is. Na már most a kérdésem az, hogy hogyan találjuk meg az egyensúlyt a hagyományok tiszteletében és azoknak megújításában, pontosan azért, hogy célirányosan, nehogy Isten, frissen tartsuk. Ez többek között akkor is eszembe jut, amikor a érthetetlen szövegeket és mantrákat skandálunk azért, mert azoknak már a hagyomány belepakolta azt a tartalmat energetikailag, ami nekünk is segíthet. Miért? Tehát hol van az a pont, ahol mondjuk azt mondom, hogy én most már pedig egy új mantrát kezdek el? Amikor az abstrakciók kényelmes, ködös állapotából kilépünk, akkor a konkrétumok korallzátonyai nyilvánvalóvá válnak. Mit szeretnél te újítani, mondjad? Én nem szeretnék újítani, csak szeretném, ha minél elérhetőbb lenne számomra, és minél első kézből tapasztalhatnám azt, amit gyakorlok. Ezt első kézből tapasztalod, illetve másodból, az egyik neked a bal, a másik a jobb. Ezzel tartod az énekeskönyvet, melynek első felében szerepelnek eredeti nyelven a mantrák, hátsó felében szerepelnek a fordítások. Ezen fordítások elolvasásával és megértésével anyanyelvi tudatot, kapcsolatot talál az egyébként még idegennek érzett koreai, szanszkrit és egyéb nyelvek között. A hagyománynak van egy olyan része, ami tényleg újítható, változtatható, újraírható, és van egy olyan része, amihez jobb, hogyha nem nyúlunk hozzá. És ez azért kellett, hogy így legyen, hogy itt Magyarországon is érthetővé, elfogadhatóvá, gyakorolhatóvá váljon a tan. Ezt hívom természetes evolúciónak. Tehát Sung San Suu Kyi Amerikába vitte a tant, és kialakult egy amerikai változat. Aztán eljutott általa Európába, és még a nyugat- és kelet-európai gyakorlásmódok, stílusok, hőmérsékletek sem egyeztek, természetesen, hiszen ahányház annyi szokás. És itt Magyarországon az ő szellemi öröksége ezt a fajta evolúciós vonalat követi. Na most ne legyen az az illúziónk, hogy ez egy kialakult, lecsavarozott, letokolt forma, annak ellenére, hogy ugyanazt az időrendet követjük idestova már jó pár éve, ugyanazokat a mantrákat énekeljük. De maga a szemléletmód, a hozzáállás, a látásmód, ezek mind-mind változnak. És ha kell, akkor a hagyomány formája, az énekelt mantrák is változhatnak. Az, hogy régi vagy új, az számomra másodlagos. Hogy választ ad-e a jelen pillanat kérdéseire, igényeire, problémáira, az az elsődleges. Ehhez képes kell vagy megújítani, vagy pedig úgy hagyni, ahogy van, vagy ennek a kettőnek a keveréke. És visszatérve a hagyományhoz, hogy az 50 perces ülés az minek a hagyománya, mert más közösségeben 25 perceket ülnek. Tehát melyik a követi a hagyományt, az 50 perces ülés, vagy a 25 perces ülés? A 25-ösökről nem tudok semmit sem mondani, azt tudom, hogy Ázsiában, például Koreában mindenhol 50-et ülnek. És kipróbáltuk itt a 40-et, kipróbáltuk a 30-at, kipróbáltuk az 50-et, és azért döntöttünk az 50 mellett, mert mihelyt a fájdalmaknak vége, sokkal hatékonyabb. Tehát az 50 perc az nem kétszer hatékonyabb a 25-nél. Tehát sokkal, de sokkal mélyebbre, sokkal stabilabb, világosabb tudatállapotba tudsz így kerülni, és ha ezt a lehetőséget nem adjuk meg az embereknek, akkor az hiba. Nekem még így visszakanyarodva a hagyományokhoz, egy olyan kérdésem lenne, hogy mi az, amiben itt változtattál ezen a zen vonalon, amit Magyarországra hoztál, és ez így beintegrálódott. Mi volt az eredeti hagyományod korában, ami ott jellemző volt, és különbség lett? Hát nagyon sok. Tehát egyrészt a mantráknál kezdeném. Lefordítottuk a nagy együttérzés Dáranét egy szanszkrit eredeti segítségével. Behoztuk a surangamát, ami nem koreai átirat, hanem eredeti szanszkrit átirat. Ezt a fajta déli éneklést elemeiben megtalálod minden koreai templomban, de pont ilyen kombinációban nem, mert ez nekünk így jött össze. De minden, amit csinálunk, a koreai hagyomány szerves része.
A Sung San Suu Kyi hagyomány az, hogy rendkívül sok koan interjú van, tehát az, hogy egy hétvége alatt kapsz két koan interjút, vagy másfelet, és egy konzultatívat, az rengeteg. Tehát van úgy, hogy egy 90 naposon nincs kettő darab kongan interjúja az egész szerzetesi társaságnak fönt a hegyen, mert a konfuciánus ugye, gradáció vagy rangteremtés annyira távolra tette a darmát, főleg a felsőbb rétegeket, hogy az elitesedés az egyszerűen teljesen ilyen isteni magasságokba emelte az embestert, ami ugyan lehetséges, de nem hasznos. Tehát az a jó, hogyha ezt a tudást vissza tudja táplálni a szangába. Sokkal kiegyenlítettebb a viszony a tanító és a tanítványok között. A formalitásoknak, tehát a rang kifejező formalitásoknak a 70%-át azt töröltük. Tehát amit látsz még, ugye rangban, hierarchiában, az ahhoz kell, hogy az emberek ugye érezzék azt a szerintem eléggé nyilvánvaló, működő, egészséges hierarchiát, ami egy szangában mindig kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor nem működik. Akkor állandó káosz van, akkor szereptévesztések vannak. Tehát az igazi munka az az volt, hogy felismerjük azt, hogy a nyugati társadalom egy ilyen horizontális, demokratikus alapról szeret indulni, és utána termeli ki a hierarchiáját, néha teljesen rejtett és passzív-agresszív módon, néha képmutató és hazug módon, és a kelet pedig egy nagyon explicit, nagyon világos hierarchiával indít, amiben beleépíti a kiegyenlítődést, a horizontális gondolkodásmódot. Na most ennek a kettő szemléletmódnak az ötvözése és az egészséges kombinációja volt szerintem a legnagyobb újítás, amely még mindig nem fejeződött be, de legalább az alapvonalai azok nyilvánvalóak és jól látszanak. És hogyan és mi módon csináljuk ezt? Azon értékszempontok és paraméterek figyelembevételével, amelyek az egészséges működést biztosítják. Tehát ez nem valakinek vagy valaminek a tetszésére megy. Dokhesszonyi a megmondhatója, egy csomó olyan dolog, amivel egyetértettem, nem tetszik. De nincs jobb. És ha majd találunk valami jobbat, akkor majd úgy csináljuk. De ez a világ nem arról szól, hogy bárkinek is az abszolút tetszésére legyen. Beszéltünk a reinkarnációról, újraszületések. Miért van az, hogy nem nagyon tapasztalható a fejlődés az újraszületéseknél? Biztos. Hát inkább úgy mondanám, hogy bujkálnak nagyon az emberek. Szeretnének az én felé haladni, befelé valahova, megfejteni magukat, de nem elég nyílt ez szerintem, nem ezt látom. Az emberek többsége nem ezt szeretne. Az emberek többsége újra konfigurálja a vágyait, a dühét, az averzióit, az épp aktuális ego struktúrába, és akkor azt szeretné megélni. Nagyon lassú ez a spirálszerű tudatosodás. Az emberiség többsége nem az igazi önvalóját keresi, hanem a kielégülését, a boldogságát, a különböző vágyainak és dühének a levezetését, és ezen közben tudatosodik kényszerből. A saját kudarcai és sikerei függvényében tudatosodik, lát rá az ok és okozat működésének bizonyos szegmensére. Ezt hívom materiális vagy érzékszervi sebességnek. Ez nagyon lassú. Ha így megnézed, akár az emberi civilizációk fejlődését, akár egy egyén fejlődését, vagy egy társadalom fejlődését, kétségbe ejtő. De ez téged, mint egyént nem szabad, hogy lelassítson, vagy determináljon. Tehát ez az érzékszervi materiális sebesség az, hogy mindig a fal adja a másikat ahhoz, hogy végre elismerjem, hogy megtörtént. Mert addig tagadok, addig hárítok, addig megpróbálom elhazudni. Amikor az ember végre, ahogy a kérdés elején mondtad, befelé fordítja az energiáját, és keres valami lényegesebbet, gyökeresebbet, akkor kezd el realizációs praxisba, akkor fordítja az energiáját a látásra, és akkor kezd el mentális sebességgel haladni. Tehát sokkal, de sokkal gyorsabban feldolgozza ezeket a tapasztalatokat, és egy döntéshelyzetben látja az ok és okozat vonalát. Ezt hívják irányvételnek. Csak az irányvételet tiszta, egy döntésben látod akár több lépésre előre, hogy ez milyen kihatással lehet. Úgyhogy minél többen váltunk át tudati alapra, és minél többen mély belátással bírunk, annál azt mondom, haladottabb vagy megvilágosodottabb társadalmat tudnánk így élni. Tehát visszatérve a hagyományokhoz, miért négykor kezdjük a gyakorlást? Van ennek külön jelentősége a hagyományból? Azért, mert erre... a 3 óra korai lenne. Tehát valójában 3-kor kellene a hagyomány szerint kezdeni,
mert az a tigrisnek az órája, amikor úgy ugrik, és az első óra mindig erősebb. De úgy találtuk, hogy ez eléggé gyakorló pusztító itt nyugaton, és ezért gondoltuk azt, hogy a tigrisnek már a második fele, tehát a kínai órák azok nyugati két órákban mérendők, és így a második órája az éppen elégséges ahhoz, hogy az éneklés alatt megtapasztald azt a fantasztikus hajnali energiát, amit a tigris órája jelent lokálisan. Nekem a meditációs élményekkel kapcsolatosan lenne egy-két kérdésem, hogy nehéz mondjuk egy koan interjún sokszor változó az embernek a tudata, vagy elmegy valamerre, és folyamatosan elkezd pörögni az agy, ez az állandó gondolkodás, amitől meg kéne, hogy szabaduljunk, ez a duális dolog, és visszatérjünk a tükörszerű tiszta tudatunkhoz. Itt a meditáció során azt tapasztaltam, hogy ültem csendben, és különböző élmények értek, vagy így ez ilyen érzelmi válság, ez az amaz, utána az elment, következő alkalommal akkor néztem a parkettát, ami olyan különleges, hogy 125 millió UFO, sárkány, mindenki jött belőle, és akkor utána ezek is így elmentek, és utána még volt egy olyan tapasztalatom most reggel is, hogy állandóan beleálmodtam, vagy így nyitott szemmel is beszéltek hozzám, és megjelent egy álom. Na most ezektől függetlenül volt már a nap végére egy olyan tapasztalatom már, mikor a legutolsó meditációkat végeztük, hogy ez a tisztaság, ez eljött, hogy tiszta volt minden, nem keringtek a gondolatok, és egy hosszú tiszta űr volt, amikor nem mozogtak a gondolataim, hogy ezt az állapotot, amikor mondjuk így az ember így tisztán lát, vagy így nincs az érzelmei hullámaiban, vagy válságaiban, ezt fent lehet tartani, vagy ez mitől függ, hogy ezt eléri? Mert például ma a Koan interjúra bementem, és egyszerűen elkezdett az agyam így menni, az olyan, mint amikor így az ember így bambul, és elkezd gondolkodni olyanon, amin nem kellene. Hát először is ki kéne jönni Hollywoodból egy kicsit. Tehát, ha nem akarsz újra születni ott, akkor legyél szíves a saját filmkészítésedet egy picikét csökkenteni. Az teljesen mindegy, hogy mi jelenik meg a padlón, mi megy el, milyen gondolati, érzelmi állapotokat élsz át. A legfontosabb az, hogy amikor az a gyönyörűséges, tiszta pillanat, a teljesség megmagyarázhatatlan tapasztalat elérkezik, azt ne kezdjük el minősíteni. Ne kezdjük el pecsételni. Ne akarjuk hirtelen birtokolni, és ne akarjuk ezáltal megtartani, mert így veszítjük el. Ezért mondtam korábban, hogy a teremtetlennek a türelmes elviselése az nagyon fontos, és a türelem az itt hangsúlyos. Ugyanis, ha elkezded minősíteni azért, hogy most már ne kelljen annyit itten szenvedni, most már legyen meg, most már tényleg elegem volt, na, akkor zuhansz le megint, és akkor kezdheted előre. Köszönöm. Szívesen. Azt mondtad, hogy a helyes beszéd az az, hogy azt mondom, amiben hiszek. Most felmerül benne az a probléma, hogy én nem hiszek semmiben, tehát akkor inkább ne beszéljek. De valamit mégis mondtál. Tehát valamiben csak hiszel. Hiszel a szavaid értelmében? Nem. Akkor miért beszélsz, hogyha nem hiszel a szavaid értelmében? Kíváncsi vagyok. Akkor már a kíváncsiságban hiszel. Én az utolsó hit látszolatomat is leszeretném építeni magamból. Tehát én a hitet úgy definiálom, hogy nem akarni tudni, mi az igazság. Hát akkor szerintem érdemes lenne újra definiálni a hitet, amely a tapasztalaton alapuló meggyőződés, és ennek a fölhalmozódása. Ez a tapasztalat ez lehet érzékszervi, lehet érzékszerven túli, de a tapasztalati alapú hitet szeretném javasolni, mert abból nem lesz egy ilyen önmagába forduló fekete lyukszerű működés, hogy abban hiszel, hogy le kell bontanod mindazt, amiben hiszel, és ezt így tovább vinni. Na, ez az, ami jó esetben depresszió. Egy kicsit furcsa lesz a kérdés, így a tudatossággal kapcsolatosan, hogy én régen nagy kontrolloztam, és ugye van ez a célorientáció, önszuggesztió, önmegvalósítás, a hit a megvalósítandó dolgokban. Most ennek mi a kapcsolata mondjuk a zen viszonylattal, hogy járunk az úton, és mondjuk itt ami nekem kérdéses, ez az egoitás, hogy mi üresség vagyunk, nincs forma, nincs semmi, hogy az megszűnik, mint társadalmi értelemben vett egoitás.
menjél le alfába, és megtudod. Jó. Nem hasonlítgatunk különböző irányzatokat. Az a pokolba vezető út legbiztosabb jele, hogyha elkezdjük hasonlítgatni egymáshoz ezeket a dolgokat, ismerd meg mindegyiket a maga valójában, és amiben jobban tudsz hinni a tapasztalatod alapján, azt kövesd. És kész. Köszönöm. Szívesen. Volt már olyan az életedben, hogy arra gondoltál, bárcsak inkább a másik tablettát választottad volna? Nem voltam gyógyszerfüggő soha, tehát nem merült föl a tabletta, de... Ezt annak kapcsán mondom, hogy lehet, hogy beszélünk, vágyunk a megvilágosodásra, aztán az, hát az nem valami kellemes dolog, mert nagy felelősséggel jár például, mint a, most a Matrixra utaltam, gondolom elég egyértelmű volt, felébednek, és eszik azt a fehér trutyit, miközben a másik illúzióvilágban illúzionálhattak maguknak steaket. Ennek kapcsán kérdezem, hogy volt-e már, hogy... Az a szerencse, hogy nekem nem így tevődött fel a kérdés, tehát nekem Morpheus az két személy volt. Az egyik, aki nem ajánlott föl tablettát, csak rögtön lekapcsolt a Matrixról. És utána ez annyira kibírhatatlan volt, hogy kellett a másik Morpheus, amelyik azt mondta, hogy de igen, ezzel nincsen semmi baj, nyugodtan lekapcsolhatod magad. Az alternatívák sohasem olyanok, mint a filmben. Ott az azért van megkomponálva, hogy mindenki a közönségben értse. Nekem az első alternatíva az volt, hogy vagy a piros, vagy pedig egy feneketlen szakadék. Nem volt kék, nem volt visszaút a normál valóságba. És a második pedig az, hogy hogyan lehet piros és kék nélkül. Hogyan lehet úgy, hogy nem vagy tabletta függő? Hogy egyébként bármelyikben otthon lehetnél. Te tudatosan választod azt, ahova a szíved húz, amit igazabbnak érzel saját magad számára. Délelőtti beszélgetésünk során volt szó a dühről, és a düh átalakítása erővé. És ez nem azonosulással történik, és az ennek a kérdésem, hogy ennek a praxisa, a gyakorlati praxisa, amit eddig műveltem, az úgy történt, hogy amikor észrevettem ezt a jelentős érzelmet, akkor megjelenítettem például a lábamat, vagy a lélegzetemet, és akkor egy földelés keletkezett például azon, de ezzel még nem teljesen nem azonosultam vele. Tehát, hogy te hogyan tetted ezt? Négyféle dű van. Az egyik a ragaszkodás alapú dű, ekkor valaki megnyomja azt a bizonyos gombot rajtad, akkor törsz, zúzol, ordítasz, mert az erőszak a gyengék végső menedéke. A második az a meglátott dű, amikor körülnézel a teljesen szétvert konyhában, és azt mondod, hogy úristen, mit csináltam? Hát én dühös voltam. A harmadik az, amikor sokat mantrázol, ülsz, gyakorolsz, és teljesen visszajutsz ennek a forrásába, tehát abba a lényegi állapotba, ahol még ez nincs, de amiből a különböző feltételek, körülmények, mintázatok alapján ez keletkezik. És a negyedik az, amikor ebből az állapotból egy újféle érzelemcsoportot gyártasz le, mert már nem azonosulsz ezzel, már megláttad ennek a következményeit, már megláttad ennek a keletkezési módját, és ebből a generikus lényegi állapotból pontosan olyan érzelmeket hozol létre, amelyre szükség van. Tehát, ha szükség van egy látszat dűre, akkor azt is meg tudod csinálni, de mögötte szeretet van. Néha az életben össze kell vonni a szemöldöködet, ezt tudod. De az, hogy te komolyan és morcosan és picit haragosan rászólsz valakire, amögött ne legyen egy énes, pusztító, romboló energia. Attól sajdul össze a szív. Attól, hogy mi baja van velem? Vagy nem érti, csak elsírja magát, ha kicsi. Tehát az, hogy valaki szigorú, tényleg nagyon komoly, és így ellentmondást nem tűrő módon odamond, amögött olyan szeretet lehet, hogy később az ember megköszöni, holott nem esett jól. Tehát lehet így is. Nagyon sokan a fegyelmet
A szigort azt a düvel, haraggal azonosítják, és ez nincs így. A formát nagyon sokféle módon lehet gyakorolni, ezt a modort nagyon sokféleképpen föl lehet venni. A legfontosabb az, hogy a te alapállásod, az alapenergiád micsoda. Mi van a szigor az esetleges harag mögött? Hogyha szeretet és együttérzés van mögötte, amit éppen így fejezel ki, akkor ezt az ember érzi. A másik fél érzi. És tényleg van egy ilyen, de aztán oké, így juttatta kifejezésre, de megértettem miért, és rendben van. És ami nagyon fontos, hogy nincs viszont harag a másik oldalról. Ezen utóbbinál van egy kontrollod, de amikor tehetetlenség jelenik meg, és arra úgy vagy dühös, akkor nincs kontroll. Tehát magyarul akkor ugye nem tudok beavatkozni. Nem tudom gyakorolni ezt a tudatosságot. Akkor visszajutottunk sajnos az első típusú ragaszkodás alapú dühöz. Meglátod a következményét, aztán meglátod a működés módját, visszahozod nullába, és ebből a nulla állapotból egy újabb érzelmet, egy más típusú érzelmet kell legyártani, akkor megint újra kezded. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek az itt végzett, lelkiismeretes és tényleg nem könnyű gyakorlatot. Remélem mindenki látja azt az irányvételt, amiért itt van, annak a hasznát, amit itt közösen csinálunk. Azért, hogy egy minőségibb, tisztább tudattal lépjünk innen ki, több együttérzéssel, több bölcsességgel, nagyobb tudati lelkiállóképességgel ahhoz, hogy megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől, és egy megvilágosodottabb életet éljünk egy olyan világban, amelynek nem ilyen problémákkal kelljen megküzdenie, hanem magasabb szintű problémákkal. Köszönöm a figyelmet!